Különleges megnyitóval vette kezdetét a balatonfüredi borhetek. Ezúttal az ünnepi szónokok, dr. Bóka István polgármester és dr. Nagy István agrárminiszter a borhetek kapcsán természetesen a járvány okozta aggodalmakra is kitértek. Borban a vigasz, idézte Huszka Jenő bordalát dr. Nagy István. Itt az ideje ünnepelni és örülni az életnek itt a füredi borheteken, mondta megnyitójában az agrárminiszter. Borban az igazság, borban a vigasz. Azt hiszem, soha nem volt még ennyire aktuális, és soha nem vágytunk még ennek az igazság tartalmára ennyien, mint ebben az időszakban, ebben az évben. Hiszen olyan időszakon vagyunk túl, ahol bezártság volt, ahol félelemérzés volt, és annyira jó már itt a nyáron, Balatonnál, Balatonfüreden egy kicsit kiereszteni a gőzt, és érzékelni azt, hogy az élet szép, és hát ennél örökbecsűbb igazság, mint hogy a bor az mennyire hozzátartozik a jókedvünkhöz, nem is nagyon van. És ez az, amit jöttünk ma ünnepelni, és ez az, ahol autentikusabb hely, mint Füred, nem is igazán van. És ez az az életkedv, ennek a városnak a kultúrához való viszonya, az élni akarása, az élet szeretete az, ami áthatja ezt az egész fesztivált, ezt az egész borheteket. És ezért vagyunk ma este itt, hogy elindulhasson ez a kicsit kikapcsolódás, kicsit pihenés, kicsit ünnep is mindnyájunknál. A borászokhoz szólva az agrárminiszter kiemelte, 1,8 milliárdra pályázhatnak augusztus 10-től agrártámogatásképpen azok a borászok, akik saját szőlőt művelnek. A kormány ezzel szeretné támogatni ezt az ágazatot. Kifejezetten olyan borászatok számára írtuk ki ezt a lehetőséget, akik saját szőlővel rendelkeznek és saját maguk készítik el a borokat. Pontosan az a minőségi borkészítés, amely itt Balaton térségében is jellemző. Nagyon remélem, hogy ez mindnyájuk segítségére van. Bár jogszabályi akadálya nincs a füredi borheteknek, sokat gondolkodott a városvezetés, hogy megrendezzék-e ezt az ünnepet, mondta dr. Bóka István polgármester, óvatosságra kérve a borheteken résztvevőket. Nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy rendezzünk-e borheteket, annak ellenére, hogy semmilyen jogszabályi akadálya ennek nincsen, de mégis nagyon sok ember összejön, nagyon sok ember tömörödik a balatonfüredi borheteken. Sokszor esténként 1000-1500 ember is ott ül a sátrak előtt folyamatosan. Felhívnám mindenkinek az egyéni felelősségét és a magunk felelősségét is. Mi mindent megpróbálunk tenni azért, hogy mindenki biztonságban legyen, de sok feladata van a biztonság tekintetében a borosgazdáknak, a tulajdonosoknak, alkalmazottaknak, a vendégeknek. Azt kérem, hogy figyeljünk nagyon-nagyon magunkra, és figyeljünk nagyon-nagyon másokra, mert a felelősség az óriási. A balatonfüredi tagorsétányon 24 borász augusztus 30-áig várja kiváló borokkal a vendégeket.